Sziasztok gyerekek! Ezen a héten az ugrásokat a páros lábon és a fél lábon, vagyis az egy lábon való ugrást fogjuk kicsit átismételni. Ehhez rajzoltam nektek egy békát és egy gólyát. A feladat az lesz, hogy a béka az páros lábon való ugrást jelent, a gólya az pedig egy lábon való ugrást jelent. Meg is mutatom. Először a békát. Először a béka. Következő feladat, hozzárakjuk már a békákat is. Béka! Gólyák, Anna, szórd szét nekem a gólyákat, békákat. Ragd le valahova. Jó? Szórd szét! És már megy is! Hopp, mint egy páros! Egyes! Béka! 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 Gólya! 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 Következő feladat, ezt egy kicsit széjjel húzom, jó? Te is pakold arra, oda, várjál ne ide, ide rakjuk így, jó? Hoztam nektek, Hannától kölcsönöztem egy polipot, ugye a polipnak a csápjával össze-vissza mozog, és itt a kar mozdulatot kell majd ehhez a békához hozzátenni, jó? Meg is mutatjuk. Mehet, Hanna? Úgy, ne indul. Visszamegyünk a békára! Hopp, 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 hopp! Gólya, fél láb! És még átrakom a polipot egy gólyához. Hopp, hopp, felé, kész, feljön! Béka! Gólya! Béka! Ez lesz az e-heti feladatotok. További szép napot kívánok nektek, Puszil Gergely bácsi!